Begóniákat csomagolnak a temerini faragó kertészetben. A begóniák és ciklamenek termesztése már tavaly augusztusban elkezdődött, és a héten dől majd el, hogy elkele minden növény. Úgy nézem, hogy igen, el fog kelni. Most még messze van a hétvége, de már általában megvan előre, hogy ki mennyit igényel, és azt lerendeli. Aztán, hogyha lássuk, hogy van valami fölösleg, akkor úgy alakítsuk az árat, hogy azért ne maradjon ránk, mert az inkább jobb az embernek odaadni kevesebb profittal, mint hogy rajta maradjon az áru. Az idei nőnapon az önök üzletében melyik virágon lesz a hangsúly? Hogyan alakítják a kínálatukat? Az idei nőnapra jobban cserepes növényekkel készülünk, és abból is a virágzókkal, virágzó növényekkel. Pirimulák, ciklámenok, fogföldibolya, jácintok, lesznek ottan orhideák, különböző. A virágkereskedők elégedettek a kínálattal, ám attól tartanak, hogy a beharangozott hétvégi lehűlés és a munkaszüneti napra eső ünnep miatt idén kisebb lesz a forgalmuk. Az utóbbi időben amúgy is csökkent a nőnap jelentősége a virágértékesítésben. Többnyire szeretnénk, hogyha ez az ünnep, hogy nem ilyen nagy mértékben létezne, hanem hogy évközben volna kontinuitétben nagyobb forgalom, ugye, meg nagyobb kereslet a virágra, mert ez a dolog, ez a március 8, vagy ezek az ütő ünnepek, ezek mindig nagyon nagy rizikkel járnak, és sose tudod kiszámítani pontosan, hogy is fog elsülni. A nőnap után sem maradnak üresen a termesztő berendezések. Az eladott cserepes virágok helyét a napokban tűzdelt egynyári növények foglalják majd el.